úgy lettem a Rumini illusztrátora, hogy oda kerültem a Pagonyba bolti eladónak, és amikor Péterrel meg Eszterrel beszélgettünk a felvételi beszélgetésemre, akkor mondtam, hogy én szeretek rajzolni, és szeretnék majd illusztrálni, és aztán Judit elhozta a Rumini kéziratát, és én lehettem az egyik, aki egy próbarajzot csinált Ruminiről, és az megtetszett Juditnak is, meg Eszteréknek is, és így kezdődött az egész. Az illusztrálásban én az egészet szerettem igazából, szóval elolvasni a kéziratot, így gondolkozni, hogy hova kerüljön ki, bár az elég automatikus, hogy a szöveg egyes részein így vagy eszembe jut valami, vagy nem, általában csomó helyen eszembe jut valami, azok közül válogatok annak megfelelően, hogy nagyjából tudom, hogy hova kell kerülnie képnek. Tehát ez a része, ez nagyon könnyen megy tulajdonképpen, ez megy magától. Tehát így folyton látom magam előtt a történetet igazából, mint hogyha egy film lenne. És onnantól, hogy eldöntöttem, hogy hova kerüljön kép, onnantól meg azt szeretem, hogy szeretem elérni azt, ami megjelent előttem. A legjobban pedig azt szeretem, amikor a szöveget és a képet együtt látom. Tehát amikor kész van, azt szeretem. És egyébként itt szoktam, úgy szokott ez menni, hogy elkezdek dolgozni, és gyűlnek a képek, és akkor ez mondjuk most ez a Rumini kapitánynak az összes rajza. És ez a stóc, ez itt gyűlt. Kész vagyok egy képpel, és mondom, hogy fölteszem, és ez egyre nagyobb és nagyobb ez a kupac, és a végén kész van, és aztán beteszem egy ilyenbe, és ott van a többi mellett. Szóval grafitceruzákkal rajzolok kezdettől, eleinte ilyen rendes grafitceruzákkal, és mindig úgy csinálom, az majd látszik a képeken, hogy először ilyen nagyon kemény ceruzával, ami nagyon halványan fog, ez egy 4H-s ceruza, azzal megrajzolom a vázlatot, és utána kidolgozom ilyen puhább ceruzákkal, mondjuk 2B-ig. És régen mindig úgy csináltam, hogy ezeket a ceruzákat használtam, és folyamatosan hegyeztem ezzel a szuper hegyezővel, és annak lett az eredménye ez. Ez, ami ezekből a ceruzákból hiányzik, az mind benne van egy-egy Ruminiben, nem tudom pontosan, hogy melyikben, de ezek mind belementek a mesébe. És aztán idén találtam az interneten egy japán ceruzát, ami olyan, hogy miközben használja az ember, folyamatosan forgatja a hegyet belül. És ez azt jelenti, mondjuk eleve nem lehetne hegyezni, de hogy ezt nem is kell hegyezni, mert mindig olyan szépen fog. Elszántam magam, és rendeltem Tokióból, itt van a doboz, ide rá van írva, hogy lejött. 4 ceruzát is, azért, mert nagyjából 4 különböző keménységű hegyet szoktam mindig használni, és ezt az egész Rumini kapitány tulajdonképpen ezzel a 4 ceruzával rajzoltam. Ugyanúgy, ahogy régen, először egy kemény grafit hegyel, és aztán, ahogy haladok a rajz fejlesztésében, így egyre puhább és puhább hegyekkel. És amit még egyfolytában használok, az a radír. Nagyon sokat radírozok. Általában én nem szoktam vázlatokat csinálni, hanem elkezdek egy képet, és addig, jó, mondjuk ez nem tart napokig egyáltalán, de ezt nem szoktam kidobni, hanem addig javítom és fejlesztem, amíg úgy nem érzem, hogy ez az, amit aztán tényleg befejezek. Úgyhogy tényleg az szokott lenni, hogy 1 és 5 között készül csak vázlat egy egész könyv alatt. Mindegyik befejeződik, és azok lesznek a véglegesek. Színeseket ugyanúgy megrajzolom, ilyen halványan, és aztán attól függ, mondjuk a borítónál meg tudom mutatni a vázlatot, ez nem az eredeti, ez egy nyomat, de nagyjából így nézett ki a ceruzarajz is. Ez került a borítóra, aztán festve. És ez már az az állapota a rajznak, amikor úgy éreztem, hogy elégedett vagyok vele.
itt abba hagytam a rajzolást, és elkezdtem festeni, és abból lett a borítókép, aminek az eredetiét is meg tudom mutatni. Itt van. Tessék. A borítókép az meg úgy készül, hogy ezen lehet látni, hogy a szemtáj kicsit nagyobb. Igen. Szóval tudom előre a borítónak a méretét, tudom, hogy mekkorának kell lennie igazából, és engem viszont köt az, hogy mekkora a szkenner itthon, az pedig egy A4-es, úgyhogy az egészet átszámolom, és ez egy arányosan felnagyított kép, amit aztán beszkennelek, és én mondjuk leggyakrabban Photoshoppal dolgozom, tehát azzal szoktam őket feldolgozni és kiegészíteni a szöveggel, vagy összerakni a hátával, hogyha kell. Van nekem egy ilyen ecsettartó. Itt vannak az ecseteim, ezekkel szoktam dolgozni. A borítók azok mindig akvarellel készülnek. És megvan. Ez így néz ki. Itt vannak a színek. Ezeket az ecseteket, amiket nagyon gyakran szoktam használni, azok itt külön vannak. Ez volt az, szerintem ezzel a kettővel festettem a borítót. Azt szeretem leginkább, én mindig ilyen szintetikus szőrű ecsetet veszek. Nagyon szerettem rajzolni a galéros fecó naplójában ezeket a nagyon sötét alakokat, a hamis kártyásokat, meg a kisebb-nagyobb szélhámosokat, meg a teljesen elvetemült hatalomvágyó hivatalnokokat, ezeket a negatív figurákat szerettem nagyon rajzolni, az nagyon jól esett mindig.